Nem szabad kiárusítani a természeti kincseinket és felélni a jövőnket a pillanatnyi gazdasági érdekek reményében, állítja az LMP a debreceni akkumulátorgyár építésével kapcsolatban. Közben a kínai cég két vezetője is házi őrizetbe került, ennek ellenére a kormányzat szerint minden a tervek szerint halad. A stúdióban Smuk Erzsébet. Az LMP társelnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye csütörtökön voltak ezen a fórumon Debrecenben a gyárral kapcsolatban, miért tartottak egy újabbat? Ugye volt egy korábban egy lakossági fórumon, ott volt a cégből képviselet, illetve a polgármester is ott volt. Itt mi történt? Most csütörtökön ez egy civil fórum volt. Az országban több helyen épült, vagy terveznek építeni akkumulátorgyárat, és civileket hívtunk el, például Győr-Szentiványiakat vagy Komáromból, hogy osszák meg a helyiekkel a tapasztalatot. Tehát, hogy mik a tapasztalataik, és ők hogyan készülnek, vagy mit akarnak. Ugyanis amikor a közmeghallgatás volt Debrecenben, ott egyértelmű volt, hogy nagyon nagy a lakossági tiltakozás, és az emberek úgy érzik, hogy ezt le akarják a torkukon nyomni. Azt mondja, hogy nagyon nagy a tiltakozás. Miben mutatkozik meg? Persze lehet hangosan tiltakozni egy fórumon, és láttuk, az interneten fent vannak ezek a képek, ahogy tiltakozott a lakosság, de vajon mennyien tiltakoznak? Mert lehet, hogy azt mondja a cég, vagy azt mondja a polgármester, hogy a lakosság nagy része egyébként meg nem tiltakozik, és támogatja, hogy ott épüljön ez a gyár, mert lesz nem tudom hány száz munkahely ott még. Én azt gondolom, hogy ez a tiltakozás hógörgetekszerű lesz. Ott például azon a csütörtöki civil találkozón az egyik Mike Pécsi civil elmondta, hogy ő körbe járta, tehát elment a polgármesterekhez, tehát ott a Debrecen környéki polgármesterekhez, és megkérdezte, hogy mit gondolnak erről az egész déli ipari parknak a fejlesztéséről, akkumulátorgyárról, plusz még két veszélyes üzem létesítéséről, és elmondta azt, hogy kiderült a számára, hogy a polgármesterek egyáltalán nem tájékozottak ebben az ügyben, és nekik azt mondták, hogy nem értenek egyet ezzel az akkumulátorgyár építésével. Polgármesterek a környező meg tudja mondani, hogy a környező, ugye ott van Hajdúböszörmény, Hajdúhat, ez nagyon sok kisebb város van. Tehát nem hivatkozott arra, hogy melyik polgármesterek. Azt mondta, hogy több polgármesterrel beszélt. Tehát ez erősödni fog. Aki ott volt a közmeghallgatáson, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meglepődött, mert fantasztikus indulat jött az embereknek a teremben, és egyértelműen fejezték ki azt, hogy nem akarják, és elfogadhatatlan az, hogy le akarják a torkukon nyomni ezt az akkumulátorgyárat, és nem kapnak megfelelő tájékoztatást. Ráadásul azt is érezték az emberek, és elmondták, hogy hogyan fejleszti, tehát mármint mennyivel nagyobb lett a projekt, mint eredetileg volt, csak a terület eredetileg arról volt szó, hogy 20 hektár lesz, most több mint 200 hektárról szól a dolog. Három veszélyes gyár épül egymás mellett, tehát az emberek fel voltak háborodva. Ettől a tiltakozástól ez a gyár meg fog tudni még épülni, ugye? Hát így önmagában, hogyha a kormány igyekszik ezt tovább vinni. Ez halad, azt mondja, a kormány halad, biztos. Még annak ellenére is, hogy a tulajdonosok ki ne van házi őrizetbe kerültek. Még azért nem biztos, mert ugye a környezetvédelmi hatástanulmányt azt 20-án fogják bemutatni, a környezetvédelmi engedélyt meg lehet támadni, és azért ne felejtsük el azt az apróságot, hogy jövőre önkormányzati választás lesz, és én azt gondolom, hogy a polgármester most szembenézhetett azzal a helyzettel, hogy ez így folytatódik, akkor bizony nem lesz stabil a helye az önkormányzati választás után. Miért adták fel a helyi népszavazást? Még emlékszem, novemberben azt mondta, hogy helyi választási bizottság elsőfokon engedélyezte a helyi népszavazási kezdeményezésüket. Egyébként később országost is lehet, hogy szeretnének, de miért nincs? Sajtóhírek szerint nem vették át az aláírás gyűjtőjébe. Nem adtuk fel, tehát így gyakorlatilag szintet léptünk, ugyanis amiközben Debrecenit készítettük elő, akkor kezdett a kormány arról beszélni, hogy akkumulátorgyártól nagy hatalmat akar Magyarországból, és nem csak Debrecenről van szó, Győr-Szentiványról, Iváncsáról, Fóton ott éppen egy lerakatot készítenek, és azt nem lehet ezt a kérdést úgy kezelni, ezt az akkumulátorgyártól nagy hatalom leszünk, hogy minden egyes településen majd helyi népszavazást tartunk, ezt egybe kell elrendezni. Meggyőződésünk az, hogy Magyarország nem lehet akkumulátorgyártól nagy hatalom, ez rendkívül vízigényes, rendkívül energiaigényes.
A klímaváltozásnak ugye asszá is lehet a hatás, a víz az aranyat fog érni, tehát nem lehet erre felé vinni Magyarországot és a gazdaságot. Mikor kezdeményeznek akkor ezekről egy országos részvonást? Mi februárban fogjuk benyújtani, tudatosan, várhatóan csak február második felében, hogy ne nyári időszakban kelljen az aláírás gyűjteni, hanem egy picikét, amikor az emberek visszajönnek szabadságról, de ezt folyamatosan kommunikáljuk. No, egészen más Lánciddal kapcsolatban tartottak ma, vagy ma is egy sajtótájékoztatót, ugye többször megszólalt az LMP több politikusa is a Láncid miatt. Az volt a címe a tájékoztatónak, hogy az autómentes híd ne függjön 6 milliárd forinttól. Most az LMP úgy látja, hogy ettől függ? Ugye Karácsony Gergely főpolgármester hezitál amiatt, hogy hát a 6 milliárd azért a fővárosnak nyilván sok. Miért és, mondja, hogy hezitál? És, itt volt két hete, és én ezt megkérdeztem tőle, azt mondta, hogy ő nem hezitál, a főváros azt támogatja, hogy autómentes legyen, de nem ő fog róla dönteni, hanem az emberek fogják majd eldönteni. Hát ez így legyen, és akkor minél előbb valamilyen módon kérdezze meg az embereket, hogy a Lánchíd az legyen autómentes. Egyébként, hogyha, mert ugye a 6 milliárd úgy jönök képbe, hogy Láng Zsolt kormánybiztos azt már elmondta, hogy ennek a kormányzati támogatásnak a kifizetési feltétele, ha megnyitják a gépjármű forgalom előtt teljesen az autók előtt. Hát ez a tehát lehet, hogy től, akkor, vagy ezt elbukja ezt a pénzt akkor. Na jó, de hát ez a módszer a kormánynak, ez a módszer a kormánynak, látjuk, hogy mindenhol zsarol, vagy olyan helyzetet teremt, hogy az emberek már nem tudnak változtatni rajta. Sok ilyen példát lehet felsorolni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Most pedig jön a mai téma Lampi Ágival. Szervusz Ági, kik jönnek ma hozzád? Szervusz, jó gyémesét kívánok! Hát izgalmas lesz a mai adás is, nálunk is az ellenzéki győzelemről lesz szó, mivel hát nem akármilyen ugye kétharmados győzelmet szerzett Budai Lóránt ellenzéki polgármester jelölt a Jászberényi időközi önkormányzati választáson, sőt 10-ből 10 egyéni körzetben is az ellenzéki szövetség képviselő jelöltje győzött, ilyenre hát régen nem volt példa. Ráadásul a közösen Jászberényér színeiben induló jobbikos polgármester az időközi választáshoz képest hát nagyon magas, közel 60%-os részvétel mellett több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a Fidesz által támogatott jelölt. Úgyhogy arról lesz szó, hogy vajon az ottani kampány lehet-e recept 2024-re az ellenzék számára. Akkor ugyanis egy napon lesznek az önkormányzati és az EP választások, ami hát finoman szólva nehéz helyzetbe hozza az ellenzéket, pedig Budai Lóránt szerint a recept igen egyszerű. Nem kellenek pártlogók, nincs szükség orbánozásra. Az országos politikusok maradjanak ki a kampányból, sőt a jelöltek még az országos témákat is kerüljék, ezt nyilatkozta, úgyhogy ezeket fogjuk átbeszélni a vendégekkel, Horn Gáborral, Komjáti Imrével és Németh Péterrel, úgyhogy izgalmas lesz, ígérem, már is kezdünk. Köszönjük, Ági, maradjanak velünk és nézzék a mai témát és az ATV-t is, holnap reggel start, és egyenes beszéd pedig velem este várjuk Önöket. Viszontlátásra!